Jó estét kívánok, ez itt a Szertár, a Kanizsa TV heti sportmagazinja. Tisztességgel helytállt, de két gólos vereséget szenvedett az UFC a Magyar Kupában. Gombos Zsolt tanítványai a novemberi Érd elleni bravúrnak köszönhetően 25 év után bejutottak a kupa legjobb 16 csapata közé. A nyolcad döntőben az MB2-ben harmadik helyen telelő Békés Csabával mérte össze tudását a dél-zalai alakulat. Az Olajbányász stadionban nem kezdődött jól a mérkőzés a szép számmal kilátogató hazai szurkolók számára. Már a hetedik percben egy erősen vitatható ítélet után büntetőhöz jutott a Békés Csaba. Nem kezdődik jól a mérkőzés, hetedik perc, 11-es kap a vendégcsapat, Urbin Péter a labda mögött, és Szabó Ádám kapu előtt. Lássuk hát, megfogja Szabó, ott a kipattanó! De a kipattolt már belővi. A gyorsan bekapott gól érthetően megfogta a kanizsaiakat, és a szerencse sem volt velük. A 27. és a 32. percben is elkerülhető, rendkívül pehes megmozdulások után kapott gólt a hazai gárda. De akkor ilyen hibák nem nagyon férnek bele, mint amit most is láthatunk. Hát ezért nem fér bele. Ez Hatmár István kihasználja. 2-0. A középpálya közepén. Nem rossz a beírva, és ott van még a labda! És becsorog. Ránic Patrikot nem sikerült tartani. A szünetben aztán sikerült rendezni a sorokat. A második játék részben óriásit küzdött a kanizsai csapat, többször irányítani is tudta a játékot, és jó néhány helyzetet is kialakított. Végül péntek Adriánnak 11-esből sikerült szépítenie. Péntek. Labda mögött. Higgadtan értékesíti. 1-3. 55. perc. A mérkőzés során végig érezhető volt, hogy a Viharsarki együttes sem vette félváról a párharcot. Ezt a vendégek vezető edzője is megerősítette. Nyilván valamilyen szinten az örültünk a sorsolásnak, hiszen úgy gondolom, hogy két mérkőzésen egy MB2-es csapatnak egy megye egyessel szembe, még akkor is, ha a megye egy színvonalát meghaladó csapatról van szó. Örülnie kell, és úgy kell fogadnia, hogy azért ő az esélyes, úgyhogy ennek örültünk, de ugyanakkor tudtuk azt, hogy nem vehetjük félváról a küzdelmet, ezért fel is térképeztük a kanizsaiakat, szereztünk be videófelvételeket, utána jártunk annak, hogy mégis milyen játékrendszerben és milyen játékstílusban játszanak, és úgy gondolom, hogy kellő komolysággal álltunk a kupa küzdelmekhez. Bár nem sűrűn fordul elő ilyesmi, de a mérkőzés után mindkét edző elégedetten értékelt. A Békés Csaba megnyugtató előnnyel várja a visszavágót, míg az UFC-nek sikerült elérnie azt, hogy pariban volt a két osztállyal feljebb szereplő vendégegyüttessel. Úgy érzem, hogy az első fél idő az nagyon jól sikerült számunkra. Ugye a három gólon kívül azért voltak helyzeteink is, voltak lehetőségeink. Nyilván jó úgy kezdeni a mérkőzést, hogy az első 10 perc vezetést tud szerezni a csapat, főleg egy ilyen kupamérkőzésen, amely oda-visszavágó, és ez megnyugtatott minket, és próbáltuk azt a játékot játszani, amit egyébként szerettünk volna megvalósítani. Ez helyel közel sikerült, és mondom, az első fél időben elégedett voltam. A másik fél időben felhívtam a fiúknak a figyelmét, hogy nem lehet szintén kiengedni, és nem lehet az, hogy esetleg visszahozzuk a mérkőzésbe a kanizsát. Sajnos ezt a hibát elkövettük, egy picit visszavettünk a tempóból, és talán a kanizsa is ugye rákapcsolt még egy fokozatra. Úgy voltak vele ők is, hogy van még egy esélyük akkor, hogyha az elején gólt tudnak szerezni, ez megtörtént. Utána azt érzem, hogy megint tudtuk irányítani a mérkőzést. Nagy lehetőségeink ugyan nem voltak, de többet birtokoltuk a labdát, de mindig veszélyt jelentett a kanizsának az ellentámadása, a kontrái. Én annak örülök, hogy előnnyel tudunk hazamenni, elértük a célunkat, és annak is örülök, hogy azért egy-egy kisebb sérüléssel tudunk hazamenni. Ez nagyon nehéz talaj volt, és nagyon féltem attól, hogy esetleg pont amiatt, hogy veszélyes lehet a játékosokra, mindkét csapatra a talaj, hogy lesznek sérülések. Hál' Istennek azért a nagyobb összecsapások elmaradtak. Az eredmény ellenére összességében elégedett vagyok a csapatommal, büszke vagyok rájuk. Aki kint volt mérkőzésen, az láthatta, hogy mi történik a pályán. Produkáltunk egy 0-3-as első fél időt, ami most nem túl jó, hanem nagyon rossz, illetve második fél időt, ha úgy veszük, megnyertük 1-0-ra. Hát érdekes történések voltak, mert már helyből az elején, az 5.-6. percben egy furcsa játékvezető ítélet egy döntés után kaptunk egy szögletből egy ellenünk megítélt 11-est, ami nem csak számomra volt meglepő, hanem a Békés Csaba játékosok számára is.
ilyen van 15-1 mérkőzésen, és ez úgy gondolom, hogy eléggé megfogta a csapatot, mert tényleg úgy léptek ki a srácok az öltözőbe, hogy ma meg lehet mutatni, és ma mi leszünk a legjobbak. És egy ilyen ítélet azért mi nem vagyunk ehhez hozzászokva, meg szerintem már bármilyen szinten sem megfogta a csapatot. Utána kaptunk két olyan gólt, ami természetesen elkerülhető gólok voltak. Egyszer a jobb oldali védőm csúszott el, utána pedig a bal oldali védőm Hóborgeri, és ebből lett két gól. Itt szintén a srácokat szeretném megvédeni, mert úgy gondolom az is közrejátszott, hogy nem voltunk még füves pályán. Tehát az összes felkészülési mérkőzést és edzést műfüves pályán játszottuk, illetve műfüves pályán edzettünk. És ilyenkor főleg ilyen puha talaj volt, puha mély talajon játszani azért nem egyszerű, és biztos vagyok abban, hogy a Békés Csabának más lehetősége is volt. És kellett egy bizonyos időszak, amíg a srácok megszokják azt, hogy a távolságokat, azt, hogy hogyan támasszanak ki, tehát érezzék a területeket. És biztos vagyok ebben, hogy közrejátszott ez a két csúszás is abban, hogy bekaptuk azt a második és a harmadik gólt. Aztán fél időben sikerült rendezni a sorainkat. Elmondtam a fiúknak, hogy mit kérek. Az volt a kérésem, megmondom őszintén, hogy játszanak még bátrabban, még őszintébben. Higgyék el azt, hogy ők is ugyanolyan emberek, és higgyék el azt, hogy nincs akkora különbség a két csapat között. Kulcsár! Horváth Patrik, jó labdája, na Hóbor! Ez egy szép lehetőség volt, és az egyik legkomolyabb helyzet a mai mérkőzésre a koncsúlyak előtt. Amire készültünk minőségbe, gyorságba, dinamikába, fizikumra, mindenben volt különbség, de elhitték a fiúk, és teljesen, nem azt mondom, újra tudtuk kezdeni a mérkőzést, mert ugye sajnos egy fél idő már elment, de teljesen másképp léptek ki a pályára, illetve nem másképp, mert ugyanúgy, mint az első fél idő kezdetekkor, csak most minden úgy működött, ahogy elterveztük. És ez az én véleményem, én a padról úgy láttam, hogy abszolút felvettük a versenyt, és partiba voltunk egy NB2-es csapattal, és még nekünk voltak lehetőségeink, tehát a második fél időben mi domináltunk, sikerült is ebből egy gólt szereznünk. Én azt mondom, hogy mindenképpen én elégedett vagyok. Az eredménye természetesen nem, mert ha ez a pályán kikapni bárkitől nem jó, viszont ha azt nézzük, hogy az ellenfelünk milyen csapat volt, milyen szintű, milyen körülmények között, és mi, így most időzőjelben mondom, mi egy kis csapat vagyunk, természetesen nem ide tartunk, hanem magasabb osztályba tartunk, de ahhoz képest én teljesen meg vagyok elégedve a csapatommal, és büszke vagyok a fiúkra. A hazaiak szépítő találatában elévülhetetlen érdemei voltak az új igazolásnak, a Csács csapatától érkező Kovács Györgynek. Az első fél időben szerintem, nem azt mondom, kicsit bealudtunk, meg nem azt sem mondanám, hogy tiszteltük az ellenfelet, de szerintem tudatalattiba maradtunk alul. Nagyon sokat készültünk ugye erre a mérkőzésre, és pont arról beszéltünk, hogy a két osztály különbséget hogyan tudnánk eltüntetni. És amiket kiemeltünk, vagy kiemeztünk, hogy mire kell odafigyelni, az nem sikerült. Aztán fél időben rendeztük a sorokat, az volt a terv, hogy második fél időben szerezzünk egy gólt, és ne kapjuk, ezt teljes mértékben teljesítettük. Hétvégén már bajnoki mérkőzés vár az UFC-re. A kupameccs második fél idejében nyújtott teljesítmény optimizmusra adhat okot. Ez nehéz dolog, mert tehát próbálunk majd a bajnokság közben is hétközben vetenni egy erősebb ellenféllel mérkőzést, ilyen kedszerdai napokon, amennyiben lehetséges, amennyiben találunk ilyen szintű ellenfelet, aki hajlandó játszani. A bajnokság ugye ott meg azt mondom, hogy van most jelen pillanatban, nem tudom, hogy mi van a Csáccsal, de van Hévíz, Gelléháza, Szepetnek, talán van 3-4 olyan csapat, akik erősebbek. Tehát azt mondom, hogy tehát ezek a mérkőzések a mi bajnokságunkban nem készítenek fel még talán az osztályzóra sem, de az osztályzóra, tehát mi a hasonló szintű csapattal játszunk, arra talán igen, de a magasabb osztályra nem. Az, hogy mi sül ki ebből, én úgy gondolom, hogy mind mentálisan, mind játékos állományra sokkal erősebbek vagyunk, mint tavaly. És pont ezekkel a mérkőzésekkel, tehát a kupa mérkőzésekkel, akár az Érd, akár a Békés Csaba oda-vissza, vagy majd jön a Magyar Kupa döntő, az Amatőr Kupa döntő,
illetve az edzőmérkőzések, egy Andrássy, az ETH 10, tehát magasabb Ajka, magasabb szintű ellenfelek, azok készítenek arra föl az esetleges osztályzóra. 7 napon belül tehát 3 mérkőzést is játszik a Nagykanizsa. Szombaton hazai pályán kezdi a megyei bajnokságot a Keszthely ellen, a kupa párharc második mérkőzése pedig február 28-án 17 órakor lesz Békés Csabán. Javában tart a téli felkészülés a kanizsai kajakosoknál. Nincs olyan nap, hogy ne lenne valamiféle edzése a fiataloknak. A sportolók futnak, erőlét és úszóedzésen vesznek részt, hétvégente pedig Kaposvárra járnak tanmedencézni. A klub elnöke Sári Nándor szerint a kanizsai kajakosok jó formában vannak, most már csak a kenu szakágat kellene elindítani. Keményen edzenek az idei versenyszezonra a kanizsai kajakosok. A fiataloknak hetente többször is van úszóedzése. Heti 11,5 órában edzünk. Reggel iskola előtt 3-szor, és szombati napon is edzünk. Kaposvárra megyünk tanmedencézni. Hát az idei év elég nehéz. Igaz, egy versenyen már túlestünk a fizikai felmérőn, azon második helyet értem el. Kálovics Adél már jó formában van, és lelkileg is felkészült az idei versenyszezonra. Nem lesz azonban egyszerű a dolga. Egyesben kicsit nehezebb lesz az idei szezonom, illetve párosban is, hiszen párom, akivel tavaly mentem, nem lehet fölnevezni hozzám, és a nagyobbik párom az most hát nem igazán tud felkészülni rendesen. És hát nem tudom, egyesben 500 méteren még megpróbálkozunk, nem tudom, mi várható. Lehet, hogy egy másik klubból össze fognak engem ültetni, nem tudom. Mennyi nehézséget ad neked ez a probléma? Hát annyit, hogy el kéne utazni, ugye, de nem nagyon. Tehát, hogy a sportért kell hozni áldozatot is. A fiatal sportolónő szerint klubtársai is már jó formában vannak. Az idei szezonra nagyon fel vagyunk készülve, Sári Nándor edzőnkkel kemény edzéseket csinálunk. Hát az úszóedzések kicsit megterhelőek, azok fárasztóak, de minden próbáljuk magunkból kihozni a legtöbbet. A klub elnöke Sári Nándor nem kíméli a fiatalokat, a téli szezonban ugyanis minden nap van edzése a sportolóknak. Hétfőn a futóedzés kombinálva egy erősítéssel, kedden itt van úszoda, illetve szerdán szintén erősítő edzésünk van, csütörtökön úgy szintén, pénteken úszoda, és szombaton most már futás helyett Kaposvárra járunk tanmedencézni. Tehát nagyjából így néz ki a program, illetve vannak 5 versenyző, akik délelőtt is vannak 3-szor, iskola előtt, az egy futóedzés, egy erősítő, illetve az is egy még plusz úszoda, tehát ők 3-szor vannak úszodában. Illetve a kis csoport, van egy kis csoport, a Vednyák Bográka vezetésével, ők tornateremben járnak, illetve úszni. Most is tornateremben vannak. Új elemként került be egy dolog, tehát a két dolog, az egyik a tanmedence, a másik pedig heti 3-szor gyógytornász foglalkoztatunk, aki foglalkozik a gyerekekkel. Egy hónapja kezdtük ezt a programot el, és már igen komoly hatását érezzük. Miért fontosak az ilyenfajta edzések a fiataloknak? Mit erősít ez? Mitől lesz ettől jobb a teljesítményük mondjuk? Hát az úszoda nem az erősítésről szól. Az úszás inkább arról szól nekünk, hogy egy légzés, például légzés megtanulás, mert igaz kajakba össze-vissza lehet venni a levegőt, az úszodában nem lehet, tehát itt rászoktatjuk egy ütemes légzésre, amelyet át tudunk vinni a kajakba, nagyon fontos, és nagyon fontos az élektromi funkcióknak a fejlesztése, állóképesség, egyebek. Mikor mehetnek vissza a természetbe, mikor kezdődnek majd meg a hajós edzések? Hát most voltunk egy hete egy Heraklész fizikai felmérőversenyen, ami gyakorlatilag futásból, lábemelésből, húzózkodásból, nagyobbaknak fekvenyomásból áll. 29 csapat indult Pakson, abból 5-ek lettünk, nagyon szorosan. Sajnos kísért belünket továbbra is a kenus nincstelenségünk. Gyakorlatilag, hogyha az ellenfelek, előttünk lévő ellenfelekből leveszem a
kenus pontokat, akkor másodikak vagyunk Szeged mögött, ami szerintem jobbak nem is lehetünk, mert a Szegedet megverni abban a költségvetéssel és edzői garnitúrával nehéz lenne. Ugyanakkor most negyedikén, március 4-én egy busznyi gyerekkel megyünk sífutni az Ausztriába, Ramsauba. Ez gyakorlatilag elkezdem gyerekekkel, ez egy teljesen új dolog lesz. Ez pedig lenne, hát a sífutás az pedig lenne a hátat, vállat, gyakorlatilag meg a életkori funkciókat fogja javítani. Magaslaton edzünk, ugyanott edzünk, ahol annak idején a nagyfiúkkal edzettem. Ugyanaz a szállás, minden ugyanaz, úgyhogy belekóstolhatnak abba a légkörbe, vagy abba a helyzetbe, ami akkor volt. És amikor megjövünk, akkor utána kezdjük a vízleszállást. Amikor vízleszállunk, tehát március elején, tehát a 10-e tájékán, és 21-én már megyünk a Kőrösre, Szarvasra, edzőtáborba, vízitáborba, ahol ott leszünk 10 napot, hát ott meg már az alapozást fogjuk elkezdeni, vagy illetve már ott egy minőségibb alapozást fogunk folytatni. Természetesen a serdülőkkel, egy-két ifivel, a gyerekek, meg a kölykök, az a sima evezés lesz a programjuk csak. Ha már említette a kenút, mi a helyzet a kenu házatáján? Mikor lehet elindítani a kenu szakágot itt Nagykanizsán? Nem tudom. Az a igazság, nem tudom. Volt már egy próbálkozás, mert adtam fel hirdetést a Kajakenu Szövetség honlapján. Volt is egy próbálkozás, de igazán nem akar összejönni, pedig gyakorlatilag tudjuk teljesíteni azokat a kéréseket, elvárásokat, amik felénk irányulnak, de sajnos mindig valami kis apró szösszenet miatt ez megbukik. Nem tudom miért. Térjünk vissza az idei szezonra. Mit vár a fiúktól, lányoktól, hogy fognak szerepelni idén? Milyen nagyobb versenyek lesznek majd? Hát idén is ugyanazok a nagy versenyeink lesznek. Gyakorlatilag vidékbajnokság, magyar bajnokságok. Most elég nagy a változás ebben, úgyhogy nagyon kíváncsian várom, hogy fog ez beválni. Külön vették a utánpótlásból a serdülőket, külön versenyen fognak versenyezni. Egy kicsit örülök, kicsit nem ennek a dolognak. Én azt gondolom, hogy megpróbáljuk. Ja, és még hát ebben az idei szezon belindulunk ifjúsági válogatókon, úgyhogy lesz egy rangsorolunk már májusban, maraton bajnokság előtt. Meglátjuk, hogy állunk a ifi mezőnybe, hogy tudunk-e valamit elérni. Én szeretném, hogyha az idén nem is talán, de jövőre a EORB-re kijutna versenyzőink vagy versenyzőink. Erre szerintem megvan minden esélyünk. Erre készülünk, úgyhogy remélem, hogy akár már az idén is sor tudunk rá keríteni. A kajak nagyon népszerű Nagykanizsán. Ezt mutatja az is, hogy a klubhoz gyakorlatilag hetente csatlakoznak 8-9-10 éves fiatalok. Így bőven lesz majd utánpótlás a városban. A Magyar Országgyűlés 2018-tól február 22-ét jelölte ki a Magyar Parasportolók napjává. A választás szimbolikus, hiszen 1970-ben e napon alakult meg az első magyar parasportklub. Nagykanizsán több iskola is érdekes programokat szervezett a Magyar Parasport napján. Volt, ahol már szerdán elkezdődtek a programok. Ekkor filmvetítéssel egybekötött előadást tartott Batthyány is, Kőrös is és Péter Fis gyerekeknek a Magyar Paralimpiai Bizottság volt elnöke, Nádas Pál. A társadalom nyitottsága felé haladunk, és egyszerre az integrációt szeretnénk elérni. Ha az integrációt szeretnénk elérni, akkor nem biztos, hogy külön parasportnapot kell rendezni. De ahhoz, hogy mindenképpen elérjünk egyfajta magasabb szintű társadalmi integrációt, ahhoz egy parasportnapot rendezünk, és remélhetőleg egyszer majd nem kell más parasportnapot rendezni, hanem azt lehet mondani, hogy sportnap van, és abban mindenki részt tud venni. Esetleg még a mai napról konkrétan itt a BLG-ben, hogy a filmet vetítenek rá, ez miről szól? Hát
Személy szerint én úgy kerültem ide, hogy Zimmermann József tanár úr, aki több mint százszoros ülőröplabda válogatott tagja volt, én voltam a válogatott edzője annak idején, és ő hívott meg, hogy jöjjek le. És akkor elkezdtünk azon gondolkodni, hogy mit lehet tenni. Az általános iskolába egy előadást tartottam, ami szintén a nemzetközi és a hazai paralimpiai mozgalom történetével, szóval sok apró kis filmmel. A középiskolásoknak és a nagyoknak pedig ezt a 2012-ben készült Gutmann filmet hoztam. A Zsigmondi iskolába a magyar szerdahelyi otthonból érkeztek fogyatékkal élők, akik a diákokkal közösen játszották az Olaszországból származó golyósportot, a bocsát. Éppen ideje volt, hogy az épp társadalom tudjon minél többet az értelmileg sérültekről, illetve az egyéb para emberekről. A mai nap itt a Zsigmondiban milyen programokkal készültek? A bocsa sportágat hoztuk el, ez a speciális olimpia szövetségnek az egyik szakága. Itt a Magyar Szerdai Rehabilitációs Intézetből jöttek hozzánk sportolók. Ők fogják együtt játszani a gyerekekkel a játékot. A magyar szerdahelyi otthon lakói szinte profi módon űzik ezt az ókori gyökerekkel rendelkező sportot. A bocsának a szabályai, hát ilyen 20 méter a pálya, és hát négy piros golyó van, meg négy zöld golyó van, és van egy kis golyó, amit kezdés után kidob valaki, és mindig azt kezdi a játékot, és utána dob a másik, és a másik után, aki rosszabb helyzetben van, messzebb van a kisebb golyótól, az dob. És ha még mindig messzebb van, mondjuk a zöld, akkor még mindig ő jön. És még az az alapszabály, hogy kívülről nem szólhat be senki, se edző, se néző, senki nem szólhat be, hogy hová gurítsd, milyen irányba, nem lehet utasítást adni. A Rozgonyi iskolában az egész nap a parasport jegyében telt. Az intézményben már évek óta tartanak a mostanihoz hasonló rendezvényeket, így több rozgonyis diák is átélhette már, hogy milyen érzés egy csapatban versenyezni fogyatékkal élő társakkal. Évekkel ezelőtt is szerveztünk hasonló rendezvényeket, akkor nem a most látható csörgőlabda sportágban, illetve majd a délutáni ülőröplabdában, hanem akkor értelmi fogyatékosokkal, felnőttekkel sportoltunk, közösen bocsáztunk, petánkoztunk, illetve játékos sportversenyeken vettünk részt, ez több alkalomban, több helyszínen előfordult már, és azt láttuk, hogy a gyerekek nagyon jól fogadják. Az első másodpercek vagy percek meghökkenése után természetesen felszabadultan sportoltak, és ugye ezt szokták divatos kifejezéssel szólva érzékenyítő programnak nevezni. Úgy gondoljuk, hogy ez teljesen betölti a célját és azokat az elképzeléseket, aminek a mentén létrejött. Az érzékenyítő tanórák és az ülőröplabda bemutató mellett a csörgőlabdát válogatott szinten űző Kovács Attila is megismertette sportágát a rozgonyisokkal. Jó kezdeményezés, tehát így legalább megismerik, hogy milyen lehetőségek vannak olyanoknak, akik nem úgy tudnak csinálni, tehát nem látnak, mozgássérültek, stb. A második világháború után a hadirokkantak rehabilitációjához kifejlesztett sportág a Rozgonyi iskolában is nagy sikert aratott. Elég érdekes, mivel ugye nem látunk semmit, és ez már magában elég szokatlan. Meg ugye a másik érzékünkre kell hagyatkoznunk, ugye hallásra, és úgy kell próbálni megoldani a legjobban a játékot. A programoknak köszönhetően az általános és középiskolás diákok is átélhették a parasportok érdekességeit, valamint közelebb kerülhettek a fogyatékkal élők világához. Judóval folytatjuk adásunkat, nem a legeredményesebb évet zárták tavaly a nagykanizsai judóklub Röngen Kanizsa versenyzői, ennek ellenére jól dolgoztak a fiatalok. Stúdiónk vendége, a klub elnöke, vezetőedzője Hóbár Péter. Jó estét kívánok, szervusz! Jó estét, szervusztok! No hát ez egy érdekes helyzet, hogy nem volt eredményes az év, ennek ellenére jól dolgoztak a fiatalok, hát hogyan volt ez pontosan? Hát összességében azt tudom mondani, hogy a
124 egyesületből a 66. helyen végeztünk az országos listán pontszerzésbe. Több országos versenyen is el tudtunk indulni, voltak érmes helyezéseink, pontszerző helyezéseink is, de mindig egy picivel alul maradtak a srácok attól, amit vártunk tőlük. Ez egy érdekes szituáció volt, számunkra is egy kicsikét új dolog volt, de meg kell birkóznunk ezzel is. És azt gondolom, hogy szépen dolgozott mindenki, jól is teljesítettek, egyszerűen az eredmények valahogy nem jöttek úgy, ahogy elvártuk vagy szerettük volna. Készültem a mai adásra, és előtt ugye beszéltünk telefonon, hogy milyen évetek volt, említettél egy-két érdekességet, hogy akitől érmet vártál, az nem, akitől nem, az így pedig van. Ez hogyan volt, ez melyik versenyeken? Volt egy Diák C országos bajnokság volt, úgy indultunk el, hogy egy érem, egy pontszerzőt vártunk, három gyerekkel indultunk, a két gyerek, akiktől helyezést vártunk, azok kiestek érdekes körülmények között, aki pedig nem vártunk tőle, mert tudjuk, hogy őnek erősebb mezőnye van, ő pedig nagyon magabiztosan menetelt pontszerző helyig. Tehát, hogy ez így érdekes volt számunkra is, de előfordul az ilyen, úgyhogy... Mondhatni, ilyen a sport. Ilyen a sport, igen. Nem volt szerencsénk. Tavaly évben sikerült elindulni, szerintem Nagykanizsán először serdülő csapatbajnokságon. Ki tudtunk állítani egy serdülő csapatot. Ekkora serdülő mezőn csapatbajnokságon még soha nem volt, és ott is érdekes körülmények között maradtunk alul, pontszerző helyet nem sikerült elérnünk, volt két nagyon szoros mérkőzésünk, azt tudom mondani, az egyiken egy intéssel kaptunk ki, ami azért nem olyan sok, a másik mérkőzésen pedig egy ponton múlott, hogy nem jutottunk tovább, és nem lettünk pontszerzők, de a gyerekek nagyon jól dolgoztak, és nagyon élvezték az egész csapatbajnokságot, azt tudni kell, hogy ennek egy teljesen más hangulata van, sokkal jobban összekovácsolja a gyerekeket, úgyhogy az a cél, meg az a terv, hogy az idei évben ott azon a serdülő csapatbajnokságon ott azért már pontszerző helyet sikerüljön elérni a csapatnak. Pont ezt akartam kérdezni, hogy ezen kívül mik még az idei célok, gondolom azért a tavalyi után volt egy pici szünet, aztán már biztosan edzenek a fiatalok. Mit tűztetek ki idén célnak, meddig szeretnétek, meg hova szeretnétek eljutni, milyen eredményeket vártok? Hát most azt tudom mondani, hogy az 52 hétvégéből 39-en versenyünk van, tehát hogy elég zsúfolt a versenynaptárunk. Mindenképpen szeretnénk fejlődni létszámban és minőségben is. Van egy olyan korosztályom, akik az óvodás korból most lépnek át a versenyzőkorba. Őtőlük azért már várunk pontszerző helyezést versenyeken, illetve a serdülőknél a tavalyi évben első éves serdülők voltak. Azt tudni kell, hogy ez két éves korosztály, őtőlük azért idén már várunk pontszerző, illetve éremszerző helyezéseket, illetve ezen kívül van egy csomó más program, ami részt veszünk, indulunk. Ilyenek például tavaly évben sikerült részt venni a Nemzetközi Judo Szövetségnek egy edző továbbképzésén. Lehetőséget kaptam rá, hogy idén folytassam, a második részét is befejezzem. Úgyhogy a többi kollégám is elküldtem edzőképzésre, ők is járnak. Úgyhogy a következő év szeptemberére elég komolyan készülünk, és próbálunk úgy haladni előre, hogy minél szélesebb réteget le tudjunk fedni, és minél szélesebb körbe tudjuk oktatni a judósportot. Nem csak délutáni elfoglalancsága a judó, hiszen iskolában is jelen vagytok, bekerült a nemzeti alaptantervbe. Hol vagytok pontosan, hol oktattok, meg mennyi gyermeket iskolában? Jelenleg két iskolában vagyunk, a Batthyány Lajos gimnáziumban mini judó program keretében, itt a testnevelő tanárral, Alexa Mercedes-szel közösen oktatjuk a gyerekeket, illetve a Hevesi Sándor általános iskolában vagyunk bent, azt tudni kell, hogy a referenciaiskola a Hevesi Sándor iskola, ott a Batthyányiban ott van egy 30 gyerek, aki körülbelül a judóval foglalkozik, illetve a Hevesi iskolában van egy 30 fős délutános csoportom, illetve van egy osztály, akiknek a testnevelés óra keretében oktatunk judót, tehát ott egy ilyen 50 fő összesen, amivel foglalkozunk, ezt szeretnénk jövőre egy kicsikét emelni, és hát a cél az, hogy ezekből az iskolai programokból minél több tehetséges gyereket át tudjunk emelni a klubba, hiszen ott azért koncentráltabb munka folyik, keményen munka, és cél az, hogy be tudjuk építeni őket a versenyrendszerbe. Említetted a Hevesét referencia iskola, judo referencia iskola, mit jelent ez pontosan? Ez a Nemzetközi Judo Szövetségnek és a Magyar Judo Szövetségnek egy közös programja.
a Nemzetközi Judo Szövetség biztosított tatami szőnyegeket az iskolának, hogy azon tudjuk az oktatást folytatni, illetve a Magyar Judo Szövetség pedig judo ruhát a gyerekeknek, illetve edzői bért is, egy éves edzői bért, ami már sajnos lejárt, de ettől függetlenül folytatjuk tovább a programot, mert azt látjuk, hogy van neki értelme, és lehet vele haladni. Van egy-két ügyes gyerek az iskolába, és őket szeretnénk átirányítani az egyesületbe. Eredményes évet kívánok, köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm én is. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, ennyi volt már a Szertár új műsorral, egy hét múlva is várjuk majd Önöket. Én munkatársaim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, jó hétvégét kívánok, viszontlátásra.